Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb déli vasúti Dunahídas helyzetjelentős videóban. Ismételten tudok újat mutatni, mert a harmadik Dunahídnak a második pillérét beemelték. Ott látható, ő az. Nagyon jó haladnak a pilléreknek a betonozásával is, zsaluzásával is. Ott csinálják már a következő pillérnek a fogadó részét is. Vasbetonok látszódnak, ha jól látom, sőt, még talán még vasbeton sincs, de csinálják már ott a zsaluzást. Jön valami vonat, de hogy mi? Ezt ki tudja. Egy szili. Na és akkor ott van a MOL Campus is, az is szépen épül. Eltűnt az óriási nagy daru mellőle. Jól emlékszem, akkor itt a jobb oldalánál volt a daru, de azt ki tudja, lehet, hogy jobb oldalán volt, de már nincs. És készül az atlétikai stadion is. Ez pedig itt van. Az is épül, szépül. És még amit meg szeretnénk mutatni, az pedig az, hogy a harmadik elem már ott van a muszájokon. Azokkal az uszályokkal fogják majd beemelni oda. Bizony. Círomos szili. Albi vezérlő meg IC kocsik. Itt van az atlétikai stadionnak a építkezése kicsit közelebbről. Itt van a hévnek a hídja is. Szépen alakul a stadion is. Na, átjöttem ide. Most már jól láthatjátok, amiről beszéltem, hogy itt van a harmadik Dunahíd, harmadik hídeleme. Rádarúzták erre a két uszályra, amivel majd beemelik a helyükre a hídelemet. Látható, itt van a Clark Ádám úszódaru, ott pedig a másik, annak nem tudom a nevét, még mindig nem jegyeztem meg. És följebb tekintünk, abba az irányba, ott ahol mutatok, ott pedig már a negyedik hídelem van. Szóval jó fel vannak itt készülve urak a helyzetre. Jó hamar megcsinálják ezt a hidat is, mint a másik kettőt. Azt is pükpak csinálták, azokat annyira nem dokumentáltam. Most erre jobban elmentem, hogy dokumentáljam itt a dolgokat. Szóval így néz ki ez a helyzet. Innen a híd mellől. Remélem tetszett ez a videó. Ez most nem lesz egy hosszú videó, ez egy rövidke videó lesz. Láthatjátok, végre állt itt ez a kinövés. Leszedettem a múlt héten, ma kiszedték a varratot. Most már nincs ott ez a csupi. Az arcomon többen kérdezték, hogy mi az. Valami kinövés volt, de leszedettem. És találkozunk egy következő videóban. Remélem tetszett. Ha gondoljátok, nézzetek rá extra tartalmak miatt a Herla Fanatik Facebook csoportra. A költöztetés akkor Herbák István és fia. Facebook oldalt nézzétek meg. És van egy kedves barátom, ő most nemrég indította a csatornáját, Balián Modell néven.
Ha érdekel titeket, ilyen 1-72-es Ikarusz átalakítás, 1-12-es Ikarusz összeépítés, a Robogyarúnak az összeépítése, R2D2 összeépítés, Warburg összeépítés, akkor lesznek rá, jó kis modellezős csatorna ez, és iratkozzatok fel hozzá is. Sziasztok! Erla voltam.